Sziasztok! Társkereső appok női szemmel. Ez lesz az alábbi videónak a témája, ugyanis újabban több megkeresést kaptam üzenetben is, amik szintén kicsit negatív hangvételűekre sikerettek, illetve vannak olyanok, akik teljesen jól kérdeztek, hogy ez vagy az miért lehet, de hát azért nyilván van olyan, aki csak így szimplán kijelentette, hogy a nők milyen kiábrándítóak. Szia, cicám! Ja, közben céklát pucoltam, csak már ez a harmadik videó, amivel próbálkozok, milyen szép. Leteszem a kést is, hogy beleférjek a 10 percbe. Szóval sok az ilyen megkeresés. És mivel a statisztika még mindig azt mutatja, hogy a férfiak vannak többségben az oldalon, és azok között is sokszor a választ keresők, hogy miért ilyenek, miért olyanok a nők, és sokszor negatívan nyilatkoztok. És én szeretek férfiakkal beszélgetni, akár párkeresési, akár a világnak más dolgait tekintve, mert egy egészen más perspektívát tudtok mutatni vagy adni, és így ki tudjátok nyitni a kapukat, amik esetleg így elzárnak egymástól minket. Úgyhogy gondoltam, én, mint se nem szakember, se nem guru, se semmi, hanem szimplán hétköznapi nő, aki tud gondolkodni, és van véleménye a dolgokról, akkor próbálnék ezekre az üzenetekre, kommentekre válaszolni, és aki ki tud belőle venni valami hasznosat, az tök jó és tegye zsebre. És hát, hogyha tudja alkalmazni, és kicsit előrébb tud lépni, és legalább nem utál majd minket. Szóval a társkeresőre mi nők miért lépünk föl, mikor állításotok szerint tudhatnánk, hogy a férfiak 95%-a csak és kizárólag szex miatt lép föl. Egyrészt én úgy gondolnám, hogy ez nem igaz, mert a szexnek is legtöbbször a mozgatórugója valójában a szeretetnek a pótlása és megélése. Az, hogy valakinek ez az eszköztára hozzá, az egy dolog. Nyilván van ennek különböző fokozata. Tény és való, hogy nagyon sokan az esti programot akarják megoldani belőle, viszont induljunk ki magunkból, hogy mi mit gondolunk. Én, mikor régen felléptem társkereső applikációkra, akkor azzal a szándékkal tettem meg, hogy mivel nem járok sehova, nem nincs nagy társaságom, ahol mondjuk lenne olyan, akinek be tudnak mutatni, nem nagyon volt időm járni külön programokra, és a boltba senki nem tolta nekem, aki tetszett volna a kosarát, csak az öreg bácsikák, így gondoltam, fellépek. És én abból indultam ki, hogy miért ne lenne hozzám hasonló férfi, aki komoly dolgot szeretne, csak nincs hozzá tere. És így feltettem magam ezekre az oldalakra, és én megfogadtam, hogy én aztán mindenkinek fogok válaszolni, még ha nemleges is a válasz, de legyek udvarias, és nekem is nagyon jól esne ez. És ezt tudtam is tartani 1-2-3 napig, viszont utána olyan dömping volt, úgyhogy én teljesen átlagos kinézetű vagyok, amit nem lehetett bírni. Én úgy gondolom, hogy ezzel lehet, hogy nem vagytok tisztában, úgy ténylegesen, hogy ott még a legcsúnyácskább nő is olyan szintű jelentkezések hadát kapja, amivel nem nagyon lehet elbírni. Én átlagosként is ilyen napi 10-valahány levelet kaptam, teljesen vegyesen a normális üzenettől kezdve az ilyen agyamentekig, és el sem tudom képzelni, hogy az igazi jó nők mondjuk hány száz megkeresést kapnak, és ezt nem lehet bírni. Akármennyire szerettem volna én udvarias lenni, és megadni azt a korrektséget, amit én is elvártam volna, de nem ment. Arról nem beszélve, hogy amikor még vissza is írtam, hogy nem, ezt szépen megfogalmazva, akkor jöttek vissza a levelek, hogy hát de miért nem, miért vagyok ilyen elutasító, elege van a nőkből, stb. És egy idő után én is úgy voltam vele, hogy hát akkor egyszerűbb nem válaszolni. És ilyen téren én megértem a ghostingnak a jelenségét, ami viszont inkább a férfiakra jellemző, mert erről is beszélgettem pár emberkével, hogy egyszerűen mindenhez két fél kell. Az, hogy te meg tud valakinek mondani azt, hogy ne haragudjál, de nekem nem tetszel, vagy én nem érzek feléd semmit, ahhoz kell egy másik oldal, aki azt mondja, hogy
Oké, rendben, köszönöm szépen, minden jót kívánok neked. Esetleg visszakérdez, hogy jó, rendben, megértettem, viszont a fejlődésem szempontjából tök jó lenne tudni, hogy amúgy mi volt az, ami miatt nem. Elmondanád nekem, légy szíves, hogy ha tudok rajta, akkor változtatok, hogy legközelebb mondjuk ne kövessek el hibákat, vagy tudjam, hogy mi az, amit esetleg félreértettek. És tiszta sor, és az ilyenekre azt mondom, hogy akkor is válaszoltam, hogyha a napi 20 üzenet volt. De nem ez van, hanem a támadás, és a nők is hajlamosak arra, hogy egóból reagáljanak, és emiatt marad a férfiaknak a lelépés csendben szótlanul, ami nyilván nem egy érett dolog. De itt is nézzük azt, hogy oké, okay, aki megteszi, mert mondjuk már beszélgettek X napja, vagy hete, lehet, hogy randikon is túl vagytok, és egyszer csak fogja magát és lelép, azért inkább hálás legyél, hogy még most derült ki, hogy érzelmileg nem igazán érett. És ne forszírozd, engedd el, ha el akart menni, hagyd menjen, az nem rólad szól, hanem róla. Tehát amikor a nők nem válaszolnak ezeken a felületeken, akkor ez erről szól, igazándiból. Nyilván ehhez van speckó eset, amikor nem ezeken a társkereső applikációkon írsz neki, hanem mondjuk Messengeren, vagy valamelyik külön ilyen közösségi médiának az oldalán keresztül írsz neki, és arra nem válaszol. Hát, most igazándiból ez is van olyan, hogy biztos valaki sokat kap, vagy egyszerűen nem. Azt nem értem mondjuk én sem, mert legalább egy annyi legyen benne, hogy nem, de szerintem én is írtam, vagy én nálam is volt olyan, akinek nem írtam vissza, mert hogy annyira bugyuta üzenetet írt, ne haragudjatok, de amikor két mondatban 8 helyesírási hiba van, akkor nem biztos, hogy én is visszaírtam. És a felületeken például, ha maradunk a társkeresőnél, akkor eleve, hogy nem téged választ. Hogy szoktátok mondani, hogy a láthatatlan férfiakkal senki nem törődik, és senkinek nem kellenek, mert mindig a nagyszájúak viszik el a nyereményt, úgymond a nő személyében. Hogy kérdezek már vissza? Ki tehet arról, hogy téged nem látnak? Te tehetsz róla. Ezt csak azért merem kimondani, mert én kb. 14-15 éves koromig olyan szinten voltam félénk és komplexusos leányzó, hogy mindenképpen hátul bújtam el, nem mertem magam megmutatni, nagyon tetszett néhány fiú, de az, ha rám mertek nézni, összeszartam magam, és ennyi, és semmi olyan jelet nem mertem adni, nem mertem kilépni, megmutatni magam, és arról nem a fiúk tehetnek, hanem én tehettem. Az, hogy kinőttem, ahhoz munka kellett. És az, hogy ti ott bújtok valahol a háttérben, és hibáztatjátok a nőt, aki nem áll szóba veletek, nem vesz észre benneteket, nem értékeli a tulajdonságaitokat, hogy nem vegye észre? Az nem az ő hibája, hogyha te nem mutatod meg, nem teszed bele az erőt abba, hogy hello, én itt vagyok, tetszel nekem, ez meg ez vagyok, kérsz-e engem, az nem a másiknak a hibája, hogy nem tud hozzád kapcsolódni, és nem a nagyszájú fiúnak a hibája, aki meg fogja és elviszi a lányt, mert ő meg megmeri tenni. Lehet, hogy mögötte, a nagy állarc mögött, ő is csak egy félénk kis fiú, de mégiscsak tesz bele valamit, ami miatt megkülönböztetett lesz. És ha például a társkeresőkön az bemutatkozás sem írtok, nem veszitek arra a fáradtságot, hogy normális fényképet tegyetek fel, értem én, hogy ti nem vagytok fotogének, de ez van, 5 másodperc alatt döntünk, hogy igen vagy nem, és mivel van másik több száz mellettetek, valahogy rangsorolni kell, és ha nem jó a képetek, nem jó a bemutatkozásotok, mert nincsen, nem használtok hangulatjeleket, amivel az érzelmet legalább minimálisan ki tudnátok fejezni, és nincs humor, nincsen kraft a személyiségetekben, hogy meg tudjátok mutatni, akkor nem tudunk hozzátok kapcsolódni, és ez nem a másik hibája. És nem mindig a nők legyenek már gonoszak, könyörgöm azért, mert ők nem tudnak hozzátok kapcsolódni, vagy nem tudnak igent mondani. Dolgozzál azon, hogy akarjanak téged, hogy azt tudják mondani, hogy nézd már, ez a férfi az érdekel, hogy és neten muszáj ilyeneket is bevetni, mert nyilván élőben ott a lehetőség arra, hogy hopp egy tekintet, hopp egy szép mosoly, és ott már meg tud lenni, akkor is, hogyha nem úgy tervezted, és ott tud maradni a tekintet. Interneten dolgozzatok azért, hogy ott maradjon.
a nőnek a figyelme, és nem a nő hibája, hogyha ez nem így történik. Úgyhogy legyen már türelem, egy kis empátia, és kérdezzetek, és legyen őszinte nyugodtan a dolog. Jó, úgyhogy gondoltam, ennyit elmondok.